napot kívánok! Karcagváros önkormányzata és a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket mai rendezvényünkön. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm körünkben Kovács Sándor urat, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnökét. Tisztelettel köszöntöm Dobos László urat, városunk polgármesterét. Tisztelettel köszöntöm mai rendezvényünk szónokát, dr. Pintér Zoltán urat, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium tanárát. Külön köszöntöm Kovács Szilvia alpolgármester asszonyt. Tisztelettel köszöntöm Gyurcsek János alpolgármester urat. Szeretettel köszöntöm Bene Sándor emeritus nagykun kapitány urat. Tisztelettel köszöntöm az önkormányzat képviselő testület jelenlévő tagjait. Szeretettel köszöntöm az intézmények, egyházak, pártok, civil szervezetek vezetőit, képviselőit, minden kedves jelenlévőt. Köszöntöm a kedves televízió nézőket! Tisztelt hölgyeim és uraim! Október 6-a van, Nemzeti Gyásznap, évek óta hagyomány városunkban, hogy méltó módon emlékezünk az 1848-49-es szabadságharc hőseire, az aradi 13 vértanúra, gróf Batthyány Lajosra és mindazokra, akik életüket áldozták a szabadságért. Kérem, hogy emlékező műsorunk kezdetén énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Hallgassuk meg Cinege Tamás, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium 9. C-osztályos tanuló szavalatát. Felkészítő tanára Kentési Renáta. Vajda János, a víraszlók. Itt a nagy halott előttünk, kiterítve, mereg. A sötét téli éjben, csillagoltó sötétségben, mi vagyunk még éjben. A sírásban elfáradt már valamennyi jó rokon. Talán mi sem volnánk éjben, hanem mert a torban éhen rágódunk a csontokon. A csontokon sem rágódnánk, de hát ez a kenyerünk. Nem maradt ránk dús örökség. Fizet minket a nemzetség. A sírunk, énekünk. Már ma holnap ez se kell majd.
Elég volt a gyász a dal, ami meg hold föl nem támad. Haszontalan minden bánat. Hajrá, étel, dal, ital. Ilyen szelet hallunk is már. Kinek többet örökölt, annak van legjobb kedve. Ott van a múlt elfeledve, s eladva az a föld, hol nyugszanak a nagy ősök, kik szerezték vérökön azt is, amin ők mulatnak. Idegenek jól aratnak, vérben ázott térök. Ők alusznak szépen mélyen, ébren csak mi vagyunk. Ők alusznak, s nem álmodnak. Mi víraztunk, haj csak ébren is mi. Álmodunk. Álmodunk mi hihetetlent, el sem merjük mondani. És a holt szeme félig nyitva. Hát ha meg nem volna halva, s még lehetne valami. A nagy tenger éjszakába kikinézünk olykoron, mert nem tudjuk hány az óra. Hallgatunk a kapaszóra, merengünk egy csillagon. Jó reménnyel, vak reménnyel, hogyha megvirratna már. De a hajnal csak nem pirkat, és amit látunk, az se csillag. Bolygófény, vagy fénypukar. És csak oly csöndesne volna, de ez úgy folyt, úgy ijeszt. Dalunk is már egyre fárad, alig ad még boldogságot. Igen, földön semmi lesz. Szempillánk is csuklik immár, és ha az álom elnyomott, mi is alszunk, boldog Isten. Akkor aztán késő minden mozdulhat a tetszfalat. Köszönöm. Felkérem dr. Pintér Zoltán tanárurat emlékező beszéde megtartására. Tisztelt egybegyűlt megemlékezők! Az október borongós, rövidülő napjaival, lágy fényével a számvetésre késztett minket. Az október emlékeztet rá, ősz van. Sárguló lombok, hulló falevél, a természet lassú enyészete. Most október 6-a van, vértanúk napja. Egy eltiport, vérébe folytott szabadságharc hősei előtt tisztelgünk ezen a napon, hősök előtt, akikben a történelmi magyar haza számos nemzetiségének vére folyt, de szívük egyként, magyarként dobogott. Hősök előtt, akik megértették koruk szellemi kihívásait, nemzetük érdekeit, megértették a pillanat feladatát, és nem féltek vállalni azt. Magyarország kormánya 2001. november 24-én visszatérő nemzeti gyásznappá nyilvánította október 6-át. Joggal merül fel mindannyiunkban a kérdés, hogyan és miként vezethetett nemzetünk történetének egyik legbátrabb és legragyogóbb történelmi vállalkozása egy gyászkeretes emléknapba. Hogyan és miként jutott el a magyar szabadságharc a bravúros tavaszi hadjárat dicsőségétől, a világosi sík reményvesztettségéhez, majd az aradi Golgotához. Az ifjú magyar honvédsereg 1848 nyarán a nemzeti áldozatkészség és összefogás egyik legszebb példájaként született meg. 1848. szeptember 29-én a pákozdi győzelemmel esett át a tűzkeresztségem, majd
a haza hívószavára állományába lépett Isztikar ügyesen és féltő gonddal teremtette meg a fegyelmet és a szervezeti hierarchiát honvédségünkben. Nem csoda hát, hogy ugyanez a honvéd Isztikar a hadvezetési erényekben aligha jeleskedő lengyel tábornok Henrik Dembinskinek a fatális kápolnai vereség után megtagadta az engedelmességet. Kossuth Lajos ekkor, bár akarata ellenére, engedve az Országos Honvédelmi Bizottmány egyértelmű óhajának, a remek stratégaként ismert Görgei Artúrt tette meg a honvéd csapatok fővezérévé. Parancsnoksága alatt olyan remek tisztek szolgáltak, mint például Aulik Lajos vagy Damjanis János tábornokok. E Isztikar 1849 tavaszán két rövid hónap alatt bátorságból és hadművészetből leiskolázta Európa egyik legnagyobb és legkomolyabb hagyományokkal rendelkező hadseregét. Isztikarunk olyan osztrák tábornagyokkal állt szemben, akik már a napóleoni háborúkban is harcoltak, és a honvédség legénységi állománya a Habsburgok büszke császári ezredeit Pest-Buda felé űzve bekerítésből bekerítésbe hajszolta, és gyakorlatilag tönkreverte. Az 1849-es dicsőséges tavaszi hadjáratban körbezárt, megalázott és katonailag legyőzött császáriaknak végül be kellett hívniuk Európa csendőreit, az orosz cári csapatokat. Említésre méltó, hogy az orosz intervenció bekövetkeztéig akkora orosz katonai erő még sohasem tevékenykedett külföldön, mint amit 1849-ben ránk, magyarokra küldtek. A Julius Hajnau alatt újjászerveződött osztrákokkal egyesülve 1849 augusztusára 360 ezer zömében pihent orosz, illetve osztrák katona állt szemben a 150 ezer fős élelmezési létszámú, széttagolt és részben leharcolt magyar honvédcsapatokkal. A nemzet ekkorra kimerült. A hátország teljesítménye gazdaságilag megroppant, a szabadságharc másfél éve alatt ifjúságunk ezrével hullott el a harcokban. 1849. augusztus elejére felmorzsolták az erdélyi erőket, Görgei halvány reménnyel kecsegtető ellentámadási tervét Kossuth félresöpörte. A honvédség maradékát Dembinski, majd a súlyosan sebesült Bem József parancsnoksága alatt a Szeged-Arad-Temesvár háromszögben részekben körbezárták, majd legyőzték a szőregi és temesvári ütközetekben. A nemzetiségek zöme az udvar pártján maradva nemzetünkhöz ellenségesen viszonyult, de még a civilizált nyugat, így Lord Palmerston brit miniszterelnök is a magyar szabadságharc vereségében volt érdekelt, hogy így fennmaradhasson az egyensúly kompenzációs politika Habsburg birodalmi pillére. A magyar főerők veszítettek, így a Görgei vezette másik magyar sereg, mely Aradnál állomásozott, feladta a harcot. Kossuth kormányzóelnök 1849. augusztus 11-én lemondott, a hatalmat Görgeire ruházta és elmenekült az országból. Görgei Artúr 1849. augusztus 13-án Világosnál az oroszok előtt feltétel nélkül letette a fegyvert. Idézve egy latin szállóigét, ve victis, jaj a legyőzötteknek. Az ifjú Ferenc József császár megaláztatásai miatt elzárkózott egy méltányos amnestia rendelettől, példanélküli, mégis példaértékűnek szánt megtorlást követelt és kapott főparancsnokától. A forradalom és szabadságharc közel 18 reményteli hónapja után megkezdődött a reményvesztés időszaka, kezdetét vette Julius Hajnau táborszernagy 11 hónapos rémuralma. Tisztelt megemlékezők! Arad a magyar Golgota. Így nevezte Kossuth Lajos e dél-erdélyi nagyvárost az 1890-ben fonográfra rögzített beszédében. Október 6-a és Arad emlékeztet minket, emlékeztet 13 mártír honvéd főtisztre, és az ezen a napon Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajos miniszterelnökre.
A könyörtelen megtorlás 1849 őszén családok tömegét érintette. 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar honvédsereg szívét és lelkét, vezénylő parancsnokait. Hajnalban főbelőtték Kis Ernő, gróf Dezsőfi Arisztid, Schweidel József tábornokokat és Lázár Vilmos ezredest. Utánuk felakasztották Lovag Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Láner György, Knézics Károly, Nagy Sándor József, gróf Leiningen-Westerburg Károly, Aulik Lajos, Damjanics János és gróf Vécsei Károly tábornokokat. 1849. augusztusa és 1850. februárja között Aradon még további három honvédtisztet végeztek ki, Ormai Norbert honvédezredest, a honvéd vadász ezredek parancsnokát, Kazinci Lajos honvédezredest, Kazinci Ferenc fiát, és Ludwig Hauk alezredest, BEM tábornok hadsegédét. A kivégzett főtiszteket jeltelen tömegsírba temették, így sokáig inkább csak sejtették, mint sem tudták, hol is nyugszanak pontosan. 1912-ben rábukkantak véletlenül az aradi várárokban két tábornok földi maradványaira. 1932-ben kiöntött a Maros, s a Maros vize betört a várárokba, és kimosta az egykori bitófák alapjait a mellettük lévő tömegsírokkal együtt. Ekkor azonban már 12 évvel Trianon után voltunk, vagyis a magyar Arad már román közigazgatás alatt állt. Így a maradványok különböző helyekre, például köztemetői kriptákba kerültek évtizedekre. Kis Ernő és gróf Dezsőfi Arisztid kivételével 1974. október 6-án a vértanúkat újra temették, és közös sírbordba kerültek. Jelenleg is ez a közös sírkamra 11 aradi vértanú végső nyughelye. Sorsukról a magyar nemzet költőjének, Petőfi Sándornak 1846. decemberében írott sorai jutnak eszembe. A hősöket egy közös sírnak adják, kik érted haltak, szent világszabadság. A megtorlást ugyan Julius Hajnau és Félix von Schwarzenberg miniszterelnök nevéhez köti a közemlékezet, de legalább ekkora vagy hasonló felelősség terheli első Ferenc Józsefet. A magyar közvélemény érezte és tudta ezt. Tudta még akkor is, amikor a kiegyezést követően a zsarnokból kezdetben jó és bölcs király, végül mindenki Ferenc Jóskája lett, akinek arcképével oly jól lehetett többek között sörös korsót díszíteni. Korsót, mellyel a népi emlékezet miatt nem kocintott az igazi magyar ember, mert érezte és tudta azt, amit Illyés Gyula így fogalmazott meg. Kezét, mert ő ölt maga a király, egy nép arcába törölte bele, nem volt a földnek Petőfie már, így kezdett lenni Ferenc Józsefe. Tisztelt megemlékezők! 1848-49 az egész magyar társadalom közös történeti élménye volt, és ezáltal a megtorlások is azzá váltak. A megtorlás nem ketté szakította, hanem összekovácsolta a társadalmat. Egy idegen hatalom idegenek által végrehajtott bosszú hadjáratát szenvedte meg az ország, a hadbírák között nem találunk magyarokat, a megszálló katonaság sem magyarokból állt, s a magyar társadalomnak nem volt olyan rétege, amely hasznot húzhatott volna a megtorlásokból. A vértanúk sem azért lettek vértanúk, mert valamilyen társadalmi, etnikai vagy vallási csoporthoz tartoztak, hanem azért, mert tetteikkel egy olyan polgári, alkotmányos modell megszületését és megőrzését szolgálták, amely nem illett bele a Habsburg birodalom vezetőinek abszolutisztikus elképzeléseibe. Már jóval világos előtt maga Görgei Artúr is azt mondta az utolsó honvéd haditanács résztvevőinek, éppen sokuk későbbi vesztőhelyén Aradon, ne áltassák magukat rózsás reményekkel, mert lehet, hogy utunk a vérpadra vezet. A nemzet áldozata mégsem volt hiába való. A küzdelem társadalmi vívmányait, a jobbágy felszabadítást
a közteherviselést és a törvény előtti egyenlőséget már nem lehetett meg nem történté tenni. Az a hősies katonai teljesítmény, amelyet a magyarság akkor felmutatott, rokonszenvet váltott ki a polgárosult európai és észak-amerikai közvéleményben, egyszer s mint sokáig éltette azt a reményt, hogy egy kedvező fordulat alkalmával egyszer talán végleg kivívhatjuk függetlenségünket. A haza függetlensége 1867-ben a kiegyezéssel, bár korlátok között, de megvalósult. Újra lett felelős magyar kormány, az ország megindult a felemelkedés és gyarapodás útján. Azóta nyilvánosan is tisztelgünk a mártíroknak, mert ők a történelmi győztesek, és nem akkori legyőzői. A gyász az utókorban nem ébresztett félelmet az eltiprókkal szemben, ahogy korábban, úgy a vesztes szabadságharc után is voltak olyanok, akik félreverték a harangokat a magyar szabadság évezredes álmáért. Ahogy korábban, úgy 1848-49-ben is voltak olyanok, akik mertek a sor elejére állni. Tisztelt megemlékezők! Éljen a magyar szabadság, éljen a haza, Isten áldjon minden igaz magyar embert. Köszönöm a figyelmet! Megköszönöm dr. Pintér Zoltán tanár úr emlékező beszédét, amely úgy gondolom, hogy sok fontos tudást, információt tartalmazott. Amit eddig nem tudtunk, az újdonságként hat, amit pedig tudtunk, megerősödtünk benne. Köszönjük a záró szavakat is. Kérem, hallgassuk meg Kele Ádám előadásában Ady Endre Október 6 című versét. Ádám a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium 10. C osztályos tanulója, felkészítő tanára Szabó Júlia Ildikó. Ady Endre, október 6. Őszi napnak mosolygása, őszi rózsa hergadása. Őszi szélnek bús keserve, egy-egy könyv a szentelt helyre. Hol megváltott hősi áron, becsületet, dicsőséget az aradi 13. Az aradi Golgotára ráragyog a napsugára. Odahult az őszi rózsa, hulló levél búcsú csókja, bánat sír az őszi ágon. Ott alussza csendes álmát, az aradi 13. Őszi napnak csendes fénye, tűz rá a fényes égre, sugáridon szellem járjon, s keressen fel küzdelmünkben az aradi 13. Köszönöm, bejelentem, hogy koszorúzás következik. A Karcagvárosi Önkormányzat nevében Dobos László polgármester úr, Kovács Szilvia alpolgármesterasszony és Gyurcsák János alpolgármester úr helyezi el az emlékezés koszorúját. A Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés nevében Kovács Sándor elnök úr tiszteleg az aradi vértanúk és áldozatok emléke előtt. A Jász-Nagykun Szolnok megyei kormányhivatal Karcagi járási hivatala nevében Lévai Olga hivatalvezető helyettes és Baranyai Lajos Csaba állami tisztviselő emlékezik a 168 évvel ezelőtt történtekre.
A következő percekben a Karcagvárosban működő oktatási nevelési intézmények vezetése és a diákönkormányzatok képviselői helyezik el az emlékezés koszorúját. Elsőként a Karcagi Szakképzési Centrum. A Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ Karcagi Tankerülete. Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. A Karcagi Arany János Általános Iskola. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kádas György iskola Karcagi tagintézménye. A Györfi István Katolikus Általános Iskola. A Szent Pál Marista Általános Iskola. A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola. A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium. A Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma. A Szent Annai Sámuel Középiskola és Kollégium. Thank you.
a Madarász Imre Egyesített Óvoda. Következőkben a pártok képviselői emlékeznek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire és áldozataira. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség karcagi szervezete nevében Pánti Ildikó képviselőnő és Karcagi Nagy Zoltán önkormányzati képviselő úr koszorúz. A Fidelitas karcagi szervezete köszönjük. A Jobbik Magyarországért Mozgalom párt karcagi szervezete és a Jobbik ifjúsági tagozata. A Karcagi Ipartestület. A Munkáspárt karcagi szervezetének képviselői tisztelegnek a hősök előtt. A városban működő intézmények vezetői, képviselői hajtanak fejet az áldozatok és a hősök emléke előtt. Elsőként a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Karcagi Kutatóintézete. Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Házi Orvosi Intézmény. A Kátai Gábor Kórház vezetősége köszönjük. A Városi Önkormányzat Városgondnoksága köszönjük.
a Karcagi Erőforrás Kft. Köszönjük. A Karcagi Ipari Park Kft. Vezetősége köszönjük. A városban működő alapítványok, egyesületek, civil szervezetek Karcagi képviselői hozták el az emlékezés virágait, koszorúit. Elsőként a KUN Szövetség. A Karcagi Nagykunváros Védő Egyesület. A Nagykun Polgári Egyesület. A Karcagi Nagykun Gazdakör. A Jász-Nagykun Szolnok megyei Fiatal Gazdák Szövetségének képviselői. A mozgássérültek Jász-Nagykun Szolnok megyei egyesületek Karcagi csoportja. A Karcagi Független Női Szövetség. A Karcagi Lovas Egyesület.
Karcagi Nagykunbajtársi Egyesület. A Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület. Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Karcagi Szervezete. A Vöröskereszt Karcagi Területi Szervezete. Az Egyetértés Nyugdíjas Vasutas Klub. Az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub. Konhalom Polgári Kör. A Dériné Kulturális, Turisztikai, Sportközpont és Könyvtár vezetése tiszteleg a forradalom és szabadságharc áldozatainak emléke előtt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves diákok! Emlékező műsorunk a szózat eléneklésével ér véget. Köszönöm, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket, és együtt méltóképpen emlékezhetünk a szabadságharc hőseire. Kérem, énekeljük el közösen a szózatot!